nem is akármilyen megmérettetésen vettetek részt, nemrég világbajnokságon szerepeltetek elég kiválóan. Hogyan éltétek ezt meg? El tudod mesélni? Nekem nagyon tetszett, és örülök, hogy ilyen jó helyezést értünk el. Hogy sikerült erre felkészülnetek? Rengeteget gyakoroltunk, hetente kétszer-háromszor is, és ott is még a verseny előtt rengeteget készültünk rá. Amit éreztetek, amikor megtudtátok, hogy ti vagytok a harmadikak? Hát én nagyon örültem, és büszke voltam magunkra. Milyen büszkeség töltötte? Mire voltál legbüszkébb? Mert ugye ehhez kitartás kellett tanulás mellett végrehajtani minden táncpróbát. Hát arra voltam leginkább büszke, hogy nagyon sokat gyakoroltunk, és hogy így ezt meg tudtuk csinálni. Eddig volt ilyen hasonló sikeretek? Nekem. Ez így egyből sikerült akkor most? Igen, nagyon örültem neki, hogy sikerült eljutni idáig. Milyen további terveitek vannak így közös produkció, vagy egyéni szinten? Lehet erről beszélni? Hát én továbbra is folytatni akarom így a táncot és a sikereket is így vinni tovább. Én is szeretnék még majd az Emiliával dolgozni, és szeretnék további sikereket én is átélni. Kezdjük akkor a beszélgetésünket ott, hogy sikerült felkészíteni két fiatal lányt, hogy világbajnokságra eljuthassanak, szerepelhessenek. Ezt hogy sikerült megvalósítani? Milyen út vezetett idáig egyáltalán? Ők most táncolnak elsőnek együtt, ez az első közös táncuk, és elsőnek májusban voltunk egy barátságkupa nevezetű versenyen, ott meghívást kaptak egy másik versenyre, ugyanúgy Magyarországon, a Unity for Passion Dance Fest 5 éves jubileumi versenyén, ami eléggé nagy szabású, mivel 3 napos volt, hogyha jól tudom, szóval több ezer versenyző jelent meg ott, és annyira jól sikerült ott is a tánc, meg a helyezés, ott is elsők lettek, hogy még onnan is tovább jutottak Spanyolországba, a világbajnokságra. Talán a táncegyesületnek a közelmúltban egyik nagy sikere lehetett ez. Hogyan szerepeltek ott a lányok? Hogyan vették ezt az akadályt? Igen, már régóta nem voltunk. Én 5. éve vagyok oktató itt, és még soha nem jutottunk el ilyen nagyszabású versenyre. A zeneválasztás az mindig úgy kezdődik, hogy otthon, hát a férjemmel nagyon sok zenét hallgatunk, és ő nagyon muzikális, és mondta, hogy ez illene a lányokra, és belegondoltam, hogy igaza van, és innentől kezdődtek úgy a folyamatok, hogy mit, milyen lépést, hova. Ez eltart egy ideig, mivel ami én elképzelek, az nem mindig úgy néz ki a valóságban, úgyhogy ezt folyamatosan korrigálni kell. Úgyhogy így szokott indulni, utána rengeteg gyakorlás, szerintem egy jó fél év, mire elsőnek megyünk versenyre, mivel attól, hogy ők tudják a lépéseket, az még nem megy egyszerre, meg nem tudnak úgy odafigyelni. És így indul el, utána a versenyről versenyre járunk, ahol igyekszünk minél nagyobb sikereket elérni, hol kisebb, hol nagyobb sikerrel, de rajta vagyunk, hogy mindig a legjobbat kihozzuk a táncosokból. A lányok azt mondták, hogy fontos volt az érzelem, az érzelmet átadni a táncon keresztül. Milyen motivumokra épült maga a koreográfia, akkor ezt is mondjuk el. Igen, hát főleg mivel magyarul van, azért a legtöbben értjük. Igyekeztünk némelyik mozdulattal a szövegben pont, ami van, azt kifejezni. A Mesélek apámnak ott is a mozdulatokat belevittük. A Viszlátnál is volt integetés, úgyhogy igyekeztünk így is, mivel a lányoknak ez még korai. Az érzelmeket még nem tudják úgy átélni. És viszont nagyon szeretik ők is ezt a zenét, úgyhogy semmiféleképp nem akartam olyanra táncoltatni őket, amit nem szeretnek.
Lehetett ez miatt nyerő egy nemzetközi közegben, hogy anyanyelvű zeneszámra próbálnak kifejezni koreográfiai mozdulatokat? Mindenféleképp ritkán táncolnak magyar nyelvűekre, még a magyarok is. Magyarországon, ahogy értik, ott könnyebb. Ott el tudják ezt így táncolni, értik, amit szeretnének kifejezni, viszont Barcelonában senki nem beszélt magyarul, úgyhogy ott biztos vagyok benne, hogy csak a táncot meg a ritmikát nézték, ami a zenei alapra van. Azt azért mondjuk el, hogy hogyan sikerült eljutni magára a helyszínre, a versenyhelyszínére Barcelonába. Igen, hát azt fontos tudni, hogy eléggé drága út volt, és voltak támogatóink, az önkormányzat is segített nekünk, így sikerült a repülőjegyeket is megvenni, mivel repülővel mentünk, illetve a versenyen a szállás, az étkezés minden egy csomagba volt, ezt ők egybe biztosították, hogy nekünk ne kelljen keresgélni, és így jutottunk el, hogy segítettek nekünk, repülővel mentünk, utána ott volt transferünk, amit ők szerveztek szintúgy, elmentünk a szállodába, és utána már megvoltak a programok, amit ők elterveztek. Úgy alkalmazkodtunk mi is, de voltak szabad programok, úgyhogy tudtuk a várost is megnézni. Mint koreográfus lehet, hogy árulhatjuk azt is, hogy mi a következő terved a lányokkal, hol fognak szerepelni, hol láthatjuk őket, hol szurkolhatunk nekik majd. Most november 9-én lesz Kanizsán egy verseny, utána lesz még egy december elején is, Dunakeszin, az is Magyarországon lesz. Utána lesz egy kis szünet, amikor újat is tanulunk, és akkor a vizsgabálon fogunk elsőnek szerepelni az új koreográfiákkal.